Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit egy újabb vonalbejárós videóban, ez nagyon rövid lesz. Alma melléki kisvasút és a Lukafai ágat fogom bejárni, amin ugye nincsen menetrend szerinti közlekedés. Elvileg külön vonat rendelhető rá, és egyébként látjuk, itt van a úgymond a sasrét felemenő, ez most a fővágány, és itt a Lukafai kiágazás. És látjátok, hogy a 45-ös szelvényben van. És a felújítás az eddig tartott. És egyébként látjátok, hogy ezek még a 9 kilós sinek. És egyébként felújításkor is 14 kilósakból épült újra az alma melléki. Hogyha találok egy sínszálat, ami rajta van a felirat, akkor megmutatom, de eddig még nem sikerült. És itt még az eredeti felépítmény van. 9 kilós sinek és talfás, és igazából olyan kohós alakágyazat gondolom, vagy lehet, hogy semmilyen. Ugye? A kisvasút egyébként látjátok újraépült, 14 kilós sinek, tehát azért visítés és kapott rendes ágyazatot. Ilyen bányakovics, vagy hát ez nem bányakovics, ez már bazalt kő. És látjátok, és ott pedig az átépült szakasz. 9 helyett 14 kilós sinek és bagiköves ágyazat. De itt 12 km per óra a sebesség, tehát erre tökéletesen megfelel. És hát akkor gyerünk Lukafáig. Egyébként a Lukafai onnanról annyit kell tudni, hogy 1995 óta nincs állandó lakos Lukafán, tehát gyakorlatilag elnéptelenedett, és azóta itt nem is volt forgalom, nem szolgálják ki. És úgy tudom, most legalábbis ezt így, most így ezt hallottam a kisvasúton, hogy rából most még van egy szakasz, ami járhatatlan, de most is nem csinálták meg. Tehát külön vonattal se lehetne teljesen végig közlekedni rajta. Na hát ez majd kiderül. Egyenre nyíl egyenesen haladunk. Eddig tartott az egyenes rész. Na, és most irány tovább. De egyébként végig jól járható. Hát a vágányom már több a gaz, de mondjuk szerintem ezen még lépésben el tudna közlekedni egy szerelvény. De hát amekkora forgalom van itt, meg hát amennyire indokolt. És szerintem ott lesz a megállóhely táblája. Na, egy kicsit közelebb érek és megnézem, de szerintem ez már így itt volt maga a megálló. Nézzétek, Lukafaj, és még valami oda van írva. Hát ezt nem látom. Haladjunk tovább, na. Feltámadt a szél is. Pont a legrosszabbkor. De még vannak sinek, úgyhogy még egy darabig elmegyek. Na innen már járhatatlan tényleg, de a sinek megvannak, de itt már épp csak kilátszik a gazból. Viszont szerintem ez is egy sínszál itt keresztbe. Nézzük csak. Aha. Ja, kibontották az átjáróból. Ez a terelősín volt az átjárón. Hát nem semmi, hát akkor innen már tényleg járhatatlan. Meg nem csinálták meg itt az átjárót. De itt még végegykoron ment tovább is a vasút. Aztán nem tudom, hogy itt, ami felújítás előtt itt még megvoltak-e a sinek, vagy nem, de ott az Andráskereszt. De félreborítva. Hát itt meg egy tankcsapda, amin át kéne menni. Hát megpróbálok, aztán még egy dolabig elmegyek arra. És errefelé is a nyomvonal követhető, és a sinek is megvannak, de valami ezt az átjárót nem csinálták meg, tehát... Vagyis hát ki is bontották, tehát... Valószínűleg ez még egyébként a felújítás előtt történhetett, hogy kiszedték azt az átjárót, és mivel a Lukafai vonalat nem érintette a felújítás, ezért nem tették vissza. Tehát tényleg csak egy szakasza járható. Hát akkor innen viszont tovább. Hát nem tudom, hogy meddig tudok elmenni. Meg valószínűleg egyébként nem is lesz a végén semmi, mert egy... Már több mint 20 éve elnéptelenedett, sőt már 25 éve elnéptelenedett településről van szó, tehát nem hiszem, hogy bármit is találok, de hát időben meg belefér, úgyhogy menjünk. Na és látjátok, közelítünk Lukafához. És érdekes, mert... Na. Ezért. A sinek még mindig megvannak, és már majdhogy nem Lukafán vagyok. De hogy azt is látjátok, hogy itt csak erdő van, tehát itt sehol semmi, de eddig legalábbis úgy tűnt, hogy közúton se lehet jönni. Tehát nem véletlenül hagyták meg itt, ameddig voltak állandó lakosok, mert más közlekedési eszköz nem volt.
Tehát innen tényleg csak a kis vonat volt az egyetlen, amivel ugye a külvilággal kapcsolatuk volt. És azután szűnt meg, mert ugye már teherforgalom se volt erre, de még a teherforgalom leállítása után, ami 1991 körül történt, még fent kellett tartani néhány évig, mert még voltak itt lakosok. Aztán hát látjátok már, magából a településből sem adott semmi, mármint ahogy én így látom. Hát, semmi, egy darab épület nincsen, és itt van a végállomás. De hát ameddig csak egy lakó is volt itt, akkor még csak úgy miatta is ki kellett járni a kis vonattal. Hát aztán utána meg már nem volt, tehát ezt felújítani se volt érdemes, ez teljesen reális döntés volt, meg érthető, hogy ezt a kis nyúlfalatnyi részt ezt nem csinálták meg. Na itt van lukafa, teljes valójában. De annyira belosdásodott a tábla, hogy már nem is látszik. Állami erdei vasút az még nagyjából megvan. Egy AF, igen, erdei vasút, és ott van egy lukafa, de mutatom közelebbről is. Állami erdei vasút, és lukafa, tehát ennyi látszik előre, és hogy a tábla is sínszálakon van. És ott viszont van egy földút keresztbe. Na addig ezt szerintem elsétálok. Eddig vannak meg a sínek, itt az úton már nem jön át, és hát látjátok, itt van egy nagy tankcsapda, meg arrafele valami, de szerintem itt már fogok semmit találni ide. Teljesen felesleges elmenni, meg ráadásul nagy sáv is van, úgyhogy ezt kihagyom. De valószínűleg itt volt a település régen, meg ott van egy villanyvezeték is, tehát valószínűleg ide még valamiért kihúzták az államot. De ott viszont, mintha lenne egy betonút, tehát azt vagy legalábbis egy kevésbé sáros földút, na azt megnézem. És akkor nem a sineken kell végig visszasétálni. És akkor ezen az erdei úton sétálok vissza. Remélem azért követi. Bár mondjuk szerintem ott az útátjáró az ide tartozott, úgyhogy addig jó lesz nekem. Hát ennyi ott le. Látok, hogy villanyvezeték és egy gondolom sasrét felől hozták ide, hanem eddig. Hát majd érdemes lenne a fentről.hu megnézni, meg is fogom egyébként, hogy van-e valami maradványa még lukafának. Hogyha van esetleg ami 80-as, 90-es évekbeli légi felvétel, mert szerintem azon a nyílt terepen ott, ahol a villanyvezeték véget ér, ott volt egy-két tanya. Hát amiket utána gondolom elköltöztek a lakók, akkor felszámoltak, de is semmi nyoma nem maradt. Hát akkor ez ennyi lett volna, ez a kis rövid vonalbejárás. Ha szerencsém van, még a visszafele induló kisvonatot is elérem, és akkor nem kell gyalogolnom visszafele. Hát reméljük így lesz. Hát ha meg nem, akkor meg még gyaloglok 4,5 kilométert, mi az nekem? Úgyhogy ennyi, sziasztok, majd következő videóban találkozunk, illetve ugye már tegnap óta itt vagyok Alma melléken, tehát a kisvasúttal is lesz majd videó összeállítás. De szerintem ez elő fog kikerülni, mert ezt gyorsabban megvágom, mert rövidebb.